Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Folytatódik az útépítési program. Újabb beruházással bővül a tolnai textilipar. Kiemelkedő eredményeket ér el a tolnai sakkozólány. Megye 2 megerősítette vezető helyét a Tolna VFC. Tolna jelentős erőket mozgósít minden esztendőben arra, hogy a meglévő út és utca hálózatán javítson. Mindennek a források mértéke szab határt minden esztendőben. Ennek ellenére ma elmondható, hogy a város és közvetlen környezetének úthálózata jelentős korszerűsítésen esett át az elmúlt években. Az Út a jövőbe program további lehetőségeket nyit a folyamat folytatása előtt. Ismét munkagépek dolgoznak a Tolnai főutcán. Ezúttal a járdafelújítási program keretében a város több pontjára kiterjedően kezdődtek munkálatok. A kényelmetlenség átmeneti nehézségét csökkenti az, hogy az évek óta tartó korszerűsítési program eredményeként jelentős minőségű javulás állt be a város út- és utcahálózatának minőségében. Járhatóbb és ezáltal biztonságosabb lett a város. Mindez hozzájárul az itt élő komfortérzésének emelkedéséhez, ami, legyünk őszinték, az egyik legfontosabb tényező egy városvezetés megítélésében. Apelcofel Ágnes polgármester azt mondja, minden lehetőséget igyekeznek kihasználni arra, hogy megfelelő forrást találjanak erre a célra, nem véletlenül, hiszen az útépítés nem olcsó mulatság, és sok esetben az önkormányzatok forrásai nem teszik lehetővé, hogy folyamatosan jelentős összegeket költsenek ezekre a feladatokra. Hát tekintettel arra, hogy nagyon-nagyon sok út van a városban, és gyakorlatilag egyetlen egy utcát kivéve mindenhol szilárd útburkolat van az úttesteken, így, és ezeknek az állapota nagyon rossz. Tehát folyamatosan próbáljuk mi ezeket akár kisebb pályázati forrásokból, akár önerőből felújítani, de itt összességében több száz vagy esetleg milliárd forintról beszélünk, tehát ezt a város költségvetésébe nem fogjuk tudni biztosítani. Most is például az idei évi költségvetésben is benne van egy 30 millió forintos keretösszeg egy ipartelepi útnak a felújítására, de tehát néhány 10 millió forinton túl önerőből nem tudunk utat, járdát felújítani. A fejlesztések során nem csak a belső úthálózatot érintette, Tolna térségi központként gondoskodott a környező településekre való közlekedési javításán is. Nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy Tolna járásszékhely településként minden utat, ami a járási településekkel összeköti, felújítottak. Ezeket nyilván nem az önkormányzat vagy az önkormányzatok, hanem állami beruházások, a Magyar Közút volt, aki felújította ezeket, tehát akár Fácánkertbe, Fadra, Bogyiszlóra jó úton tudnak már eljutni a tolnaiak, és onnan is jó úton tudnak eljönni hozzánk. A jelenleg futó beruházás kormányzati támogatás segítségével jöhetett létre. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, az elmúlt 4 év fejlesztési programját jól jellemzi, hogy több mint 160 km út épült a választókerület egészében. Ennek egy jelentős szakasza Tolna és térségében lévő útfelújítások, ahol most mi vagyunk, itt a város jelezte, hogy szeretne egy nagyobb szabású járda- és útfelújítást elvégezni, amihez fedezeti forrást kértek. Írtunk egy kormány előtt terjesztést, Magyarország kormánya 184 millió forinttal támogatja Tolnát és Mözsöt egy Út a jövőbe járda- és útfelújítási programban. Jelen pillanatban 2 kilométer járdaszakasznak, valamint 1,5 kilométer útszakasznak a felújítása zajlik. Összességében az elmúlt 4 évben Tolnán épült 7 kilométer kerékpárút, 5 kilométer járdaszakasznak a felújítása és 4 kilométer útszakasznak a felújítása, és ehhez jött még hozzá a közút által elvégzett mind a bevezető utak, illetve Tolnát Faddal összekötő közútfejlesztésnek is a beruházása. Ha figyelembe vesszük az elmúlt 12 évet, de kiemelten az elmúlt 4 évet, akkor már elmondhatjuk, hogy a Magyarország legjobban ellátott közúthálózata, az a választókerületemben van. Gyakorlatilag az összes összekötő és bekötő út teljes egészében megújult. Az építkezés folyamata nem állhat le, mondta Apelcofel Ágnes. 2 fontos projekt kivitelezésén dolgozik ma is az önkormányzat. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a meglévő
utainkat, járdáinkat folyamatosan újítsuk, mert ezek minél később kerülnek felújításra, annál többbe kerülnek. Tehát minél rosszabb állapotban lesznek ezek az utak, annál nehezebb lesz őket felújítani. Azon vagyunk, hogy ezeket folyamatosan újítsuk, és azon is vagyunk, hogy az az egy utca, ahol jelenleg nincs szilárd útburkolat, a napraforgó utca, a tervek elkészültek. Én nagyon remélem, hogy akár a TOP pluszban, akár egyéb kormányzati forrásból meg tudjuk azt is valósítani. Tervezés alatt van, illetve talán már a végéhez is közeledik a Gém utca meghosszabbítása a Fasztron előtt egészen a hatos útig. Ez részben a Fasztron, tehát az ott lévő cég kérése, részben pedig abból a megfontolásból, hogy a belső úthálózatot egy kicsit, illetve az azon lévő forgalmat csökkentsük. Így a városon átvezető 51-12-es út nagyon-nagyon forgalmas, főleg a reggeli és a kora délutáni időszakokban. És a személyforgalmat is nyilván, hogyha ki tudnánk ott vezetni a közvetlenül a hatos útra, akkor csökkenne a városban lévő forgalom. Ez várhatóan egy akkora összegű beruházás lesz, amit mi sem önerőből, sem TOP plusz pályázatból nem tudunk megvalósítani. Hát én azt gondolom, hogy a jövő az mindenképpen az, hogy több kivezető út legyen a városból, ne csak az elején és a végén, hanem könnyebben meg tudjuk közelíteni a fő közlekedési utakat is. Ezek, tette hozzá a város polgármestere, olyan kaliberű beruházások lesznek, melyek igénylik majd az állami finanszírozás segítségét is. Tolna gazdaságában mindig is jelentős szerepet játszott a textilipar. Volt időszak, amikor 1000-nél is többen dolgoztak ebben az iparágban. A világhírű selyemgyártás ma már az ipartörténet része, helyét a modern kor igényeit kielégítő ipari textíliák váltották fel. A tolnai ipari textil pedig nagyon keresett a nemzetközi piacon, ezt jelzi egy újabb beruházás elindítása. Tolna és a textilgyártás úgy összefonódott, mint például Szekszárd és a Bod, vagy Bogyiszló és a Paprika. Sok ezen köszönhették megélhetésüket a selyemnek vagy a ruhaanyagok készítésének, manapság pedig az ipari szövetek előállításának. Az itt készült termékek mindig keresettek voltak a világban, és ez nem változott ma sem. Olyannyira nem, hogy igaz már nem sok ezer, de 200-nál is több embernek biztosítja a megélhetést. A tolnai ipari szöveteket előállító cég termékei iránti keresletet az is jelzi, hogy újabb építkezésbe, bővítésbe kezdtek a város határában, melyhez a kormányzat a nagyvállalatokat támogató pályázati alapjából 380 millió forint támogatást nyújtott. A cégvezetés másfél-két éve meghatározta a következő 10 esztendő stratégiáját, ennek része ez a beruházás is. És ezeket a stratégiai célokat úgy tudjuk csak megvalósítani, hogy egy jelentős beruházás csomagot teszünk mellé. Ez a beruházás csomag, ez egy közel 2,1 milliárd forint értékű beruházást jelent. Ennek keretein belül a Tolnatex BT 2 számú telephelyén épülni fog egy 3500 négyzetméteres üzemcsarnok, illetve egyéb gépi és eszközberuházásokat fogunk végrehajtani a központi gyártöletünkön az egyes számú telephelyen. Dolgozói létszámban ez körülbelül egy 10-12 fő többlet létszámot fog jelenteni, ugyanis a beruházás keretein belül olyan 21. századi modern technológiával ellátott gépeket, eszközöket fogunk beszerezni, aminek azért az élő munkaigénye viszonylag alacsony. Az iparágra jellemző, hogy az élő munkaigény visszaszorult. De Tolna speciális abból a szempontból, hogy a gyártmányok között számos olyan van, amely igényli az emberi kéz beavatkozását. Jelenleg mintegy 240 főt foglalkoztat egyébként a Tolnatex BT, ennek a beruházásnak a lezártával pedig durva nem 250-255 fő lesz az alkalmazotti létszámunk várhatóan. Jelentős része helyi lakos, természetesen ezzel a környező településekről, a környező agglomerációból is járnak be kollégák, de alapvetően Tolna, Bogyiszló, Fad, Fácánkert, illetve itt a szűkebb régión belül jönnek a kollégák.
A cég és a város viszonya példaértékű, mondja Horváth Robert. Az utóbbi években sok olyan beruházás rendezvény volt, amelyhez szívesen nyújtottak segítőkezet, hiszen ebben a közegben élnek, így kötelezettségüknek érzik a város fejlődésének elősegítését. Tolna pedig, mondja az ügyvezető, jó telephely. Tolna mindig is nagy hagyományokkal bírt a textilgyártás, illetve a textilipar területén. Nagyon sok olyan kollégánk és munkatársunk van, aki már több mint 25-30-35 éve dolgozik a gyárban, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó perspektíva a jövőt tekintve is. Egyre több fiatal kollégánk van, ugyan textilipari szakképzés nincs már Magyarországon, tehát a kollégákat igyekszünk saját magunk kiképezni, illetve betanítani bizonyos munkafolyamatokra, de én úgy gondolom, hogy miután már több mint 120 éve itt van a cég Tolnán, még egy nagyon, nagyon szép időszak előtt állunk, pláne ezekkel a beruházásokkal. Mi a termelésünk több mint 90%-át azt exportpiacokon értékesítjük, és így minden 10%-át a belföldi piacon, és miután itt vagyunk, fejlődünk, és évről évre tudjuk növelni az értékesített mennyiségünket, az árbevételünket, úgy gondolom, hogy igen, versenyképesek tudunk lenni. A most még csak tartó szerkezetében látható üzemcsarnok és a technológiai berendezések beüzemelése, szóval az egész projekt várhatóan másfél éve dől fel. Maga az üzemcsarnok az várhatóan 2022. szeptember 30-án átadásra kerül, és természetesen az építési fázis alatt fognak érkezni már a gépek berendezése. Én úgy gondolom, hogy ez év végére már itt egy termelés működő üzemet fogunk látni, illetve fognak látni a tolnaiak. Most rövid reklám következik, majd bemutatunk egy ifjú gimnazista hölgyet, aki igen jól eligazodik a stratégiák és taktikák világában, hiszen kiváló sakkozó ő. Maradjanak velünk, rögtön jövünk. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben. Gépkezelő, hajlító és présgépekhez, valamint csomagoló és festő munkatársakat. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.balomékukac.dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna, belterület 970-110 alatt. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szendrési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, De Ferenc utca 5. Kiemelkedő sakk eredményekkel büszkélkedhet a tolnai Szent István katolikus gimnázium diákja, Buri Kata. A most 10. osztályos lány ezúttal a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége által rendezett országos sakkversenyen ért el első helyezést.
sakkozás gyökerei valahová a távol-kelet rejtélyes világába vezetnek. A történet kezdete legalább annyira misztikus, mint maga a sakk varázslatos világa. Az ismert mese szerint egy Séta nevű brahmin, vagyis tanult ember találta fel a játékot. Az ősi sakkot Indiában Chaturanga néven játszották. Magyarországon bár már a középkorban is ismerték, de az csupán az 1900-as évek második felének kávéházaiban terjedt el. A pesti sakkör, melynek elnöke a későbbiekben a kor legismertebb sakkozójaként jegyzett zeneszerző Erkel Ferenc volt, 1839-ben a Wurm kávéházban jött létre. A magyar bajnokság premierjét 1906-ban tartották. Elmondható, hogy a sakk napjainkban is egy rendkívül népszerű táblajáték. Buri Kata, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákja már 10 éve űzi ezt a sportot. Első osztályban még általános iskolában unatkoztam, és nem találtam semmit, szóval betévedtem a sakk egyesületbe az iskolába. Még Szekszárdon, és akkor így kezdődött. Pakson játszok, az Aséba vagyok leigazolva, meg Budapesten az MTK-ban vagyok a vendégjátékos. Eléggé meglepődnek így a köreinkben, de egyébként sok sakkozó van itthon. Szerintem a lánykorosztályban mondjuk már hát kezdünk kifogyni, egyre kevesebben vagyunk, de így is sok korosztályos ellenfél van. A gimnazista lánya közelmúltban indult egy országos versenyen, ahol kiemelkedően teljesített. Budapesten tartották meg a 29. Kids kupát. Ezt a Katolikus Iskolák Diáksportszövetsége szervezte. Hát ugye Budapesten került megszervezésre, és az ötös korcsoportban egyedül voltam lányként, tehát ezt megnyertem. Összevontak minket emiatt a fiú ötös korcsoporttal és a fiú hatos korcsoporttal, és ott 6-ból 6 ponttal ott is első helyezést adtam. Volt már, hát országos korosztályoson lettem már negyedik helyezés, még 2019-ben, és Diákolimpián is már harmadik helyezést sikerült elérni. A sakk többek között megtanít arra, hogy a tetteknek következménye van, hiszen minden lépésre van egy válasz. Így a játékosnak mindig jól meg kell gondolnia, merre tovább. Használni az agyunkat, és ezzel így versenyezni úgymond egymás ellen, meg kitalálni a táblán, hogy mi van, hogy mi történik, számolni, ez sokkal jobb, nem tudom, mint egy fizikai sport például számomra. Szeretnék aktívan így benne maradni a sakkozójelbe gimnázium után is, akár edzőként is el tudom még képzelni magam, ahogy majd így belefér az időmbe a tanulás mellett. A fiatal sakkozó több megmérettetése is készül az idei évben. Most lesz a Diákolimpia egyéni, Diákolimpia döntő a csapat is. Utána azt hiszem ifjúsági egyéni országos verseny, és utána korosztályos nyáron. Buri Kata azt mondja, bár nem egyszerű, de mindezek mellett még a tanulmányaiban is jól teljesít, hiszen gimnáziumi éveit követően orvosi egyetemre készül, később pedig sebész szeretne lenni. Hozzátette, nem a sakk az egyetlen szenvedélye, a fizikai sportokat is szereti, ugyanis gyakran száll kajakba. Kell egy fizikai sport is a sakk mellé szerintem, és szeretek zenélni. A legutóbbi fordulóban aratott győzelmének köszönhetően továbbra is őrzi vezető pozícióját a Tolna VFC csapata a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A Bonyhád Börzsöny csapata ellen győzelemmel Szőcs Rihárd együttese újabb lépést tett a bajnoki cím megnyeréséért folytatott küzdelemben. A Tolna VFC a legutóbbi fordulóban hazai pályán fogadta a Bonyhád Börzsöny együttesét a megyei másodosztály 13. fordulójában. A vendéglátók célja a 3 pont begyűjtése és a vezető pozíció megerősítése volt, míg tartalékos ellenfelük menekülni próbált a kieső zóna elől. Szőcs Rihárd, a tolnaiak technikai vezetője elmondta, hogy nehéz feltörni egy védekezésre berendezkedett csapat szerkezetét, de az első gól jellemzően utat nyit a többi számára. Hozzá kell szokniuk, hogy ellenük leginkább ilyen játékstílust képviselnek az ellenfelek. Jobban indult a mérkőzés, mint az előző. Madocsa ellen volt egy kis gondunk az első fél időben, nagyon visszaállt az ellenfel, és körbe kellett játszanunk nagyon sokszor. Rossz volt a pálya minősége is, többször elpattant a labda. Most azért kicsit több területet kaptunk, a pályánk is kicsit nagyobb, mint Madocsának. Az ellenfél ugyanazt próbálta,
Most azt veszem észre, hogy egy-két csapat az X-re hajt ellenünk, hogy kicsit visszabállnak és hagynak minket érvényesülni, amit nem igazándiból szeretünk, de hozzá kell szokjunk, hogy ez lesz. Próbálkozunk, most hamar jött a gól, és onnantól, hogy az első fél időben hamar megvan a gól, utána már nyitnia kell az ellenfélnek, akkor több esélyünk van helyzeteket kialakítani és ezáltal gólokat szerezni. Majd úgy folytatta, hogy bajnoki cím az elsődleges terv, de nem kényelmesedhetnek el a pontelőny tudatában. Nem csak jobb gólkülönbséggel akarják megnyerni a sorozatot, egyértelmű cél a nagymányok, ki esenek a visszavágás a novemberben elszenvedett 4-0-ás vereségért. Minden mérkőzés egy döntő, úgy megyünk ki, elsődleges cél, hogy bajnokságot nyerjünk minél jobb eredményekkel. Most kitűztünk egy olyan célt, hogy minél tovább ne kapjunk gólt, például ezek ilyen apró dolgok, de próbáljuk egy kicsit a csapatot tüzelni, hogy ne fásuljunk bele abba, hogy esetleg van egy kis előnyünk, és ne üljünk bele hátratett kézzel, hogy akármi lejöhet. Ugye van egy kis gólkülönbségnyi előnyünk a végén, de nem ezzel akarunk nyerni, hanem azzal, hogy az utolsó fordulóban visszavágunk a májunknak, és addig pedig az összes többi mérkőzést, mint egy döntőt megnyerünk. Hozzátette, sikerük titka egy új játékrendszer megalkotásában rejlik, melynek legnagyobb előnye, hogy a támadó harmadban szereplő focisták korlátlan szabadságban mozoghatnak az ellenfél térfelén. Amikor átvettem a csapatot az előző fél szezonban is, mikor még nem én voltam az edző, nézettem a játékot. Több játékos volt, aki nem szeretett szélsőt játszani. És most olyan felállást találtam ki, ami ezáltal tömítve van kicsit a középpálya. Az első 6 játékosom korlátlanul arra mezog, amerre akar. És ezáltal nagyobb teret tudunk biztosítani, valamint hát azért ezt a támadó középpályát, meg ezt a középpályásort, ezt a 6 játékost, ezt azért egy-két megye-egyes csapat is megirigyelni. Töttös László, a Bonyhád Börzsöny játékosa úgy értékelte a mérkőzést, hogy egy nehéz találkozón vannak túl, melyre a felkészülést a csapattársak sérülése nagyban nehezítette. Úgy jöttünk el erre a mérkőzésre, hogy hát egy cserével, és így is a csapatunkban egy 4-5 sérült játékos volt. Nagyon nehéz volt a felkészülésünk, mert az edzőmeccsek alatt 3 játékosunk is bokaszalag sérülést szenvedett, 2-nél már biztos a szakadás is, illetve 2 játékosunk még mindig külföldön tartózkodik, úgyhogy nehéz előjelekkel vártuk a szezont. És hát mondom, erre a mérkőzésre is már a múlt hetinél is 3-mal kevesebben érkeztünk. Látszott is a csapaton. Továbbá elmondta, hogy zárt védekezéssel próbálták meg feltartóztatni az ellenfél támadóit. Kontrákkal terveztek a tolnai védelem mögé kerülni, de az ellenfél folyamatos nyomása felülről terrejüket, így a támadás vezetésre nem maradt a csapatnak elég energiája. Próbáltunk kontrákra játszani, beállni, 5 védővel védekezni. Nagyon szépen játszott a tolna a kisjátékokat, a kényszerítőket, szépen tették be területbe labdákat, nehéz volt őket lelesni, olvasni. Előrefele már nem volt sok erőnk játszani, meg volt a labda, akkor próbáltuk a területeket kihasználni, hogy nagy a pálya és magunkra húzva az ellenfelet kicsit mögéjük bejátszani a labdákat, de látszott rajtuk, hogy ezeket is szépen olvassák, úgyhogy ma ennyire voltunk elegek. Majd hozzátette, minden mérkőzéshez úgy állnak, hogy szeretnék megnyerni, de nem mindig jön ki a lépés. A taktikát és a felállást az ellenfélhez igazítják. Igazából konkrét célunk nincsen, tehát most azt sem mondom, hogy mi nem túlélni szeretnénk, nyilván minden mérkőzésre készülünk, nincsenek olyan terveink, hogy még érjünk fel a, nem tudom, az első 5-be, első 8-ba, bármi. Minden mérkőzésnek úgy megyünk neki, hogy a lehető legjobban felkészülünk, próbálunk előre készülni úgy az ellenfelekből is, hogy milyen játék várható tőlük, milyen felállás, széleket, közepet, hol játszanak. Ezt szerint próbáljuk alakítani a taktikánkat, felállásunkat, és minden mérkőzésre úgy próbálunk felmenni, hogy mai meccsre is úgy jöttünk el, hogy nem az volt a cél, hogy nem tudom, 5 alatt megusszuk, hanem az, hogy minél szorosabbá tegyük, és talán egy beívelésből, egy hosszú indításból találjunk egy gólt. Tehát minden mérkőzésnek úgy megyünk neki, hogy megpróbáljuk megnyerni, aztán sajnos valamikor így jön össze, valamikor meg egy szoros meccsen majd felénk fog pillelni, reméljük, hogy ezt majd visszakapjuk a sorstól, vagy a jó Istentől. A mérkőzést egyébként 6-0 arányban nyerte meg a hazai Tolna együttese, igazságosan 3-3 gólt szerezve mindkét fél időben. A következő fordulóban a Tolnai VFC a Kisdörög együttesét látja vendégül. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!